kávé és baksis az Isztambul társasjáték kiegészítője, ami az alapjáték nélkül önállóan nem játszható, és ez a bemutató videó is csak a kiegészítőre fog koncentrálni, az alapjáték szabályait egy másik videóban mutatom be. A doboz tartalmaz egy játékszabályt, 6 darab helylapkát, kávéjelölőket, egy kávékereskedőt, egy akadályt és a hozzátartozó lapkát, egy baksis lapkát, 8 darab taverna lapkát, pótmatricákat, 5 darab rubint, 18 darab bónuszkártyát és 20 darab céhkártyát. Az alapjátékban található karavánszeráj és bognár helyszíneket le kell cserélni ezekre. Itt egy új helyszínikon jelent meg, itt pedig a kávé. Mivel a kiegészítő új helyszíneket hoz be, így a játéktér már 20 helyszínből fog állni. Ezt egy 5x4-es elrendezésbe kell elhelyezni. Itt van egy javaslat az első játékhoz, de a későbbiekben véletlenszerűen alakíthatjuk ki az elrendezéseket. Arra kell figyelni, a szökőkút a 6 belső helyszín egyikén kell, hogy legyen, illetve hogy a fekete piac és a teaház legalább 3 helyszín távolságra legyen egymástól, és nem lehetnek ugyanabban a sorban vagy oszlopban. Az új bónuszkártyákat egyszerűen csak össze kell keverni az alapjáték bónuszkártyáival. A kávékereskedő pozícióját ugyanúgy meg kell határozni, mint a kormányzóit és a csempészét, a céhkártyákat meg kell keverni, és képen lefelé rá kell helyezni a céházra, a taverna lapkákat típusuk szerint válogassuk két kupacba, figyeljünk arra, hogy a kávéjelek száma növekvő sorrendben legyen, tehát itt legyen az 1-es, utána a 2-es, 3-as, utána pedig a 4-es, ezeket, illetve az akadályt, meg az akadálylapkát a játéktér mellé kell helyezni, a baksis lapkát pedig a 3 sárga áróval felfele rá kell helyezni ide a tavernára. A kávéháza pedig felkerül 5 rubin, ezt a mezőt kivéve. Fontos szabály, hogy a kávé nem áru, így amikor bármilyen árut említ valami, akkor az a kávéra nem vonatkozik, kávéból pedig annyit gyűjtünk, amennyit csak akarunk, nincs semmiféle korlátozás. Egy nálunk lévő cégkártyát a kereskedőnk, vagy valamelyik segédünk használata helyett játszhatjuk ki a körünkben, a taverna lapkák, akár csak a mecset lapkák valamilyen előnyt biztosítanak számunkra a játék folyamán. A kávékereskedővel való találkozás esetén pedig ugyanúgy, mint a csempésznél meg a kormányzónál, az akciónk végrehajtása után léphetünk vele kapcsolatba, és egy kávét kaphatunk tőle 2 líráért, vagy egy tetszőleges áruért. A játékosok köre alapvetően ugyanúgy működik, mint kiegészítő nélkül, 2 módosítás lép életbe. A körünkben a szokásos lépések helyett kiátszhatunk egy cégkártyát, végre kell hajtani az azon szereplő utasításokat, a kártyát pedig a játéktér mellé egy dobópakliba kell helyezni. Egy cégkártya kiátszása tehát az egész körünket helyettesíti, azaz nem lépünk a kereskedőnkkel, és nem találkozunk senkivel. Kivéve a cégkártya másképpen nem rendelkezik. Amikor cégkártyát játszunk ki, nem használhatunk olyan bónuszkártyát vagy mecsetlapkát, amelyik az adott helyszínhez kötődik, de minden más bónuszkártya használható. A cégkártya minden utasítását végre kell hajtani, ha valamelyiket nem tudjuk megtenni, akkor egyáltalán nem használhatjuk a kártyát. Az új találkozás pedig a kávékereskedő, tőle tehát kávét vehetünk 2 líráért vagy egy áruért. A játék pedig abban a fordulóban ér véget, amikor valaki a 6. rubint is megszerzi. A kávé pörkölő helyszínen minden lehetőséget használhatunk legfeljebb egyszer, 2 líráért 2 kávét, egy tetszőleges áruért 2 kávét, és egy eldobott cégkártyáért vagy bónuszkártyáért 2 kávét kaphatunk. Egy lehetőséget nem lehet kétszer használni, de ha mindéket kihasználjuk, akkor akár 6 kávét is szerezhetünk ezen a helyszínen egy lépéssel. A C-házban kapunk egy kávét, húzunk 2 C-kártyát a pakliból, mind a kettőt a kezünkbe vesszük, és a nálunk lévő összes C-kártya közül a végén eldobunk egyet képpel felfele a játéktér mellé egy dobópakliba. A taverna helyszínen a 3 lehetőség közül egyet választhatunk. Az egyik lehetőség, hogy befizetünk 2 kávét, ez az akadályt bejelzhetjük 2 helyszín közé, a 2 akadálya a szomszédos helyszínek valamelyikének az akcióját végrehajtatjuk, és magunkhoz vehetjük ezt a jelölőt, ezzel jelezve, hogy mi átmehetünk az akadályon. Ez egyben azt is jelenti, hogy a többi játékos számára akadályozott ez az áthaladás, tehát nem mehetnek egyik helyszínről a másikra, hogyha ott akadály van. A másik lehetőség, hogy taverna lapkát vásárolunk, mind a 2 fajtából csak egyen rendelkezhetünk, és annyit kell befizetnünk, amennyi a fent lévő lapkának a tetején látható, tehát aki ezt először elviszi, az 1 kávét kell fizessen, ha ez már nem elérhető, akkor azért 2-t kell fizetni, és így tovább. Ha mozgáslapkával rendelkezünk, akkor 1-2 mozgás helyett egyenes vonalba bármennyit mozoghatunk, tehát viszintesen vagy függőlegesen bármennyit léphetünk egy adott helyszínre. Az akadályon így sem mehetünk át. A másik lehetőség pedig, ahelyett, hogy 2 lirát fizetnénk valamelyik találkozáskor, többé már 1 lirát sem kell fizetnünk, így a kormányzóval, a csempésszel és a kávékereskedővel igazán érdemes keresni a kapcsolatot, hiszen ingyen kapunk tőlük valamit. Az utolsó lehetőség a taverna lapkán, hogy be kell fizetni 4 kávét, meg még a baksis lapkán látható árukat, tehát 4 kávét és 3 sárga árut, és elvehetjük a következő rubint vagy a szultán palotájából, vagy a drága kőkereskedőtől, vagy a kávéházból. Ezután meg kell fordítani a baksis lapkát, és a következő használatkor már a 4 kávé mellett
ezeket az árukat kell befizetni. A kávéházban pedig kávét szerezhetünk rubint, mindig annyit, amelyit a balról legelső rubin mellett van, azaz itt 6 kávét szerezhető meg ez a rubin, ez már 7-ért, ez 8-ért, és így tovább. A következő új bónuszlapkák vannak a dobozban, kapunk 2 kávét az általános készletből, 2 kávéért egy C-kártyát húzunk fel, 1 kávéért 8 lirát kapunk, dobunk 2 kockával és a hozzájuk tartozó jutalmat kapjuk meg, ahelyett, hogy egyet vagy kettőt lépnénk a kereskedőnkkel, valamelyik sarok helyszínre mehetünk, miután dobunk a kockával, az egyiket átforgathatjuk 6-osra, ha a bognárnál járunk, akkor az akcióját azonnal még egyszer végrehajthatjuk, ha a kávéházban járnánk, akkor az akcióját újra végrehajtjuk, és kicseréltünk legfeljebb 3 árut vagy kávét, ugyanannyi másik árura vagy kávéra. A C-kártyák képességei pedig igen erősek, de persze vegyük bele azt is, hogy ezt a teljes körünk helyett játszhatjuk ki. Ezeket nem mondom el részletesen, de minden kártyát végigmutatok, aki valamelyiket szívesen elolvasná, állítsa meg a videót egy pillanatra. Kávé és baksis egy remek társasjáték remek kiegészítője. Számos új elemet hoz be, szabályokon mégsem bonyolít túl sokat, gyorsan meg lehet szokni ezeket az új elemeket, és ezek igazán izgalmas új lehetőségeket kínálnak. Aki szereti az alapjátékot, és szívesen kipróbálna új elemeket, mindenféleképpen tegyen egy próbát a kávé és baksissal.